Szeretettel köszöntöm a Hit Radio kedves nézőit és hallgatóit. Én Varga Dorottya vagyok, és itt van velem a stúdióban Posgai Anita, biznisz kocs, szupervizor, Sziasztok, én is köszöntöm a hallgatókat. És egyetemista vendégeink Valett Vitéz Balázs és Pál Dominika. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok. Ma ö, arra fogunk beszélgetni, hogy a fiatalok milyen elvárásokat támasztanak magukkal szemben, bármilyen szempontból, akár egyetem, új munkahely, vagy ö, akár a párkapcsolatot is ide hozhatjuk, mert ott is ö, tudnak lenni igen nagy elvárások. És az első kérdésem az Anitának szól, hogy mik azok a tényezők, amik befolyásolják azt, hogy milyen ö, elvárásokat támasztunk magunkkal szemben az mm. életben. Fiatalként. Köszi a kérdést. Hát igazából én magán ezen az elvárás szón is így elég sokat gondolkodtam, hogy mit is, mit is értettetek rajta, amikor ezt a kérdést vagy ezt a témát választottátok. Uh -huh. mert, hát hogy, ő... mert hogy ugye sokszor. Van egy cél, amit én szeretnék elérni. Most ez egy elvárás, vagy inkább egy cél? Akkor ugye ezek mögött, a célok mögött lehetnek különböző szükségek is, akkor az megint inkább egy szükség, ami ott van. És nyilván ettől függetlenül ér minket így a környezetünkben egy bizonyos befolyás. Ugye ez a befolyás, ez ez legesleg legerősebben a családban jelenkezik, tehát a szüleinktől, vagy abban a környezetben, ahogy felnövünk, és akkor szokták azt mondani, hogy ugye, ahogy az idő telik, főleg a fiataloknál megfigyelhető, hogy már egyre inkább nem a családi elvárásoknak, vagy a családi befolyásnak akarnak megfelelni, hanem sokkal inkább keresik a maguk útjait, és ugye a kortársak lesznek inkább a meghatározók a döntésekben, a különböző helyzetekben, és akkor kezd ez így áttolódni igazából egy, 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 másik dimenzióba. És ugye Ugye a mai euh, élethelyzetben meg nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy ezen túl is rengeteg befolyás de ezt majd megerősítitek, vagy megcáfoljátok. Tehát, hogy a kortásakon túl, ott van ugye a közösségi média a különböző, különböző olyan képek, akár az életről, akár a szerelemről, akár bármi másról, ami nem biztos, hogy valós, csak egészen azt gondoljuk, hogy az lenne az, ami igazán jó lenne, és azt várjuk. Tehát ez a paletta rendkívül széles. Én látok ebben egy ilyen elmozdulást, ahogy a kor halad, onnan, hogy a, a csökken nyilvánvalóan, és a kortársaké, vagy a környezeti nő, és akkor az elvárások, most az elvárás vagy nem elvárás, hogyha csatlakozok nyilván egy munkahelyhez, vagy benne vagyok egy, egy oktatási rendszerben akkor vannak szabályok is, amiket követnem kell, és azoknak is meg kell felelnem, tehát, hogy választom ezt szét igazából, hogy miről van szó ez egy cél, ez az, az én célom, vagy nem az én célom. Ez egy e, szükség, vagy, vagy ez igazából a szüleim befolyás, ez az én gondolatom, vagy a másnak a gondolata. Tehát nem egy egyszerű egyszerű helyzet, csak ezt a szót is nézni, hogy elvárás. Tehát akkor azt mondod, hogy mindenképpen a kezdőpont az az, hogy ezeket megkülönböztessük uh -huh. el, Egymástól. Én azt gondolom, hogy meg kell ű. különböztetni. És akkor igen. mondjuk egy, egy példát az elvárásra, ilyen nagyon basic talán, az az, hogy a szüleim mondjuk elvárják, hogy jól tanuljak. Ez még mondjuk gimnázium vagy vagy arsós még úgy osztály. Ott, ott megvan, igen. És igen. akkor ehhez csatlakozhat az én célom is, ha mondjuk ezt teljesítem, uh -huh. hogy hogy ez a célom, hogy mondjuk felvegyenek az orvosira, uh -huh. és akkor már a hozzáállás is megváltozik az embernek? Hát ugye ez egy nagy kérdés, és nagyon-nagyon mély kérdés az is, hogy, hogy, hogy az tényleg a te célod -e? és nyilván erről is nagyon sokat tudtok beszélni, hogy, hogy, hogy lehet, hogy van egy, egy, egy cél, amit valahol magamévá is teszek, és hogy, hogy eljutok-e egy olyan szintre, ahogy az idő halad, hogy tudom, hogy az tényleg az én célom, vagy nem az én célom. Tehát, hogy tényleg én akarok elvégezni egy egyetemet, vagy egy főiskolát, vagy inkább ez valami más, ez egy reális cél, amit én, én teljesíteni akarok, vagy inkább kívülről jön, tényleg ezt szeretném, vagy nem ezt szeretném, és akkor ez már megint egy másik téma felé vezet el minket, ami meg az önismeretnek a kérdése, uh -huh. hogy igazából mit is akarok én, uh -huh. ki vagyok én. Mit, mire vagyok képes, mit szeretnék elérni az életben. Hogy ezek nem könnyű kérdések, és szerintem így fiatalként ezzel szembesülni, ezt keresni, hát ez egy szép kihívás, szép feladat. Igen. Gondolom, ti is találkoztatok ezzel, nem csak én, ugye? Szerintem nagyon fontos, hogyha beintegrálódunk egy közegbe, akkor... Öm, tudjunk önazonosak is maradni, de ugyanakkor ne zavarjuk meg a körülöttünk lévőket, és ne lógjunk nagyon ki, de és ne egy lázadó magatartást folytassunk, és tudjunk beolvadni a környezetünkbe, de ugyanakkor tudjunk önazonosak is maradni. Tehát, hogy a a közösségnek az elvárásai, mert hogy vannak nyilván minden közösségnek uh -huh. elvárásai, hogy ott viselkedni kell mondjuk egy munkahelyen vagy egyetemen, hogy ugye az már más, mint ami előtte, és hogy azoknak is meg kell felelni, és azonosnak is kell lenni, ugye ezt mondta te is. Vitéz, bármi gondolat? Hát nekem az adott volt, hogy amit mondtatok is, hogy ki van a legnagyobb hatással arra, hogy milyen elvárásai vannak az embernek. Az egyetemmel kapcsolatosan jut eszembe, hogy nálunk például otthon, olyan attól függetlenül, hogy édesanyám például több diplomával is rendelkezik. Nem volt olyan nagyon nagy elvárás az, hogy most mennyi fiam, és neked is több diplomát le kell tenned. Nyilván ez abból is fakadhat, hogy több kétkező ember is van a családban, és nálunk, ilyen választható út volt ez. Úgyhogy végül is oda kerültünk, hogy egyetemista lettem, és talán így a egyetemi tanulmányaimnak a végére tudtam vele önazonos lenni, és mm. így egyfajta cél tudtam magamnak kitűzni, addig csak hát úgymond csodródtam az árral. Na hát talán most érzem azt magaménak, hogy igenis kell egy diploma, is ilyen céltudatosan tudok előre menni. Mm. Hogy nálunk ez az elvárás része nem volt ennyire magas. És akkor a, a fiatal kornak a kérdés körén belül beszéljük meg ezeket az elvárásokat. És amikor már valaki egyetemre kerül, most nem feltétlenül, de hogy nagyjából már tudja, hogy mit szeretne csinálni, és vannak céljai, és amiket szeretne teljesíteni. És az lenne a kérdésem, hogy, hogy ezeket szülőkről. Től hozza mindenki, mint ahogy mondta a vitéz hogy náluk például ez nem feltétlen volt itt, tehát ez egy önálló döntés volt, hogy ő diplomát szeretne, de hogy ezt gyerekkorba ivódik be, nagyon ez az ember személyébe, tehát egy hozzáállás <laughs> is. Nagyon-nagyon hát sok minden tudattalanul történik igazából. Tehát, hogy abban a közegben, ahogy, ahogy felnövünk, hogy mondtad, Vitész, hogy ugye ott volt arra is példa, hogy, hogy kétkezi munkával is meg lehet jól élni, és az rendben van, meg arra is, hogy diplomával is, és nyilván ezt valahogy szinte tudattalanul is magadba szívtad, hogy ez igen, a mind a két igen. opció a lehetőségem. Ugye egy másik, aki azt látja esetleg, hogy a család mondjuk folyamatosan sokat dolgozik, nyilván ezt a fajta ilyen a attitűdöt magába fogja szívni. Tehát én ezt látom saját gyerekeimen is, hogy, hogy, hogy nem, nem nekem kell odaülni melléjük, hogy ők most jól tanuljanak, vagy jól teljesítsenek az iskolában, hanem igazából ők egy, egy mintát magukba szívnak, és az, az működik az ő életükben. Tehát ennek egy része egy kicsit ilyen tudattalanul épül mm -hmm. be az emberbe. És aztán nagyon gyakran van egy olyan helyzet is, mint amit te említettél, hogy és amennyire én visszaemlékszem a saját 18 éves koromra, hogy jó, az úgy jól tanultam, tehát akkor jó lenne tovább tanulni, úgy nagyjából így ez volt a lényege, de ugyan mit? Az már ugye nem volt annyira teljesen egyértelmű, és akkor jó, milyen tantárgyakat szeretek, de fogalmam se volt arról a szakmáról, amit választottam igazából. és És hát így, így egy választás történik, amit lehet, hogy egy kicsit a szülők is akár befolyásolnak, és nem biztos, hogy ez rossz, mert ők esetleg látják azt, hogy nekem mihez van tehetségem, vagy miben lehetek igazán jó. És aztán egy kicsit később kezd ez így alakulni, ahogy mondtad is, az önismerettel együtt. Aztán van, aki nagyon korán érik, és nagyon, nagyon korán ezt így el tudja dönteni, és nagyon korán látja, hogy mit akar, akár azt, hogy ő nem akar egyetemre menni, vagy nem akar főiskolát végezni. De nem baj az, hogy valakinél ez hosszabb vagy rövidebb ideig tart, hanem inkább a vége érdekes, hogy el tudok-e jutni utána egy önazonos döntéshez. Tehát, hogy az én önismeretemből, amit majd meg tudtok magamról, hogy tényleg mire vagyok képes, mik az erősségeim, merre lehetne menni, mi érdekel engem, mi inspirál, mire tudom oda tenni az életemet, abból legyen egy önazonosság, hogy ez tényleg az enyém, és sokszor megszoktam kérdezni az ügyfeleket, hogy amikor mondjuk egy döntés előtt állnak, hogy és kinek a hangja ez? Itt belül jön, vagy, vagy ez valami kívülről jövő hang, az is egy jó de. szűrője ennek. És akkor, akkor egy, amikor már az önismeret van akkor lehet önazonosnak lenni, és az önazonosságból pedig tud már egy önazonos döntés és életvitel kijönni. Uh -huh. ö, amin még gondolkoztam, és talán ez így összekapcsolódik, hogy ö, ugye vannak elvárásaink, és azokat mindenki, aki hoz magával, úgy igyekszik teljesíteni. Tehát van, aki mondjuk lustább vagy kevésbé szorgalmas, de hogy vannak olyan akadályok, amik például, vagyunk nem, nem feltétlen akadály, de mondjuk a túlzott maximalizmus, vagy amikor olyan elvárásom van meg céljaim, amik nem felelnek meg esetleg az életkoromnak, vagy a, annak, amit én teljesíteni tudok, akkor ez egy frusztráltságot, meg egy kudarcot Uh -huh. ugye okoz az emberben, és hogy ezeket mi az, ami reális mondjuk ebben a korban, amit, amit ki lehet tűzni célnak, vagy hogyan, hogyan viszonyuljunk ez uh -huh. a kérdéshez a maximalizmus is egy nehéz kérdés, mert én azt látom, hogy sokszor ez egy kicsit karakter tehát nem biztos, hogy a, a, környezetből is jön, de nyilván jön a környezetből is. Tehát, hogyha túl, túl, sokat kapja meg valaki, túl magasak ezek az elvárások, aminek nem tudok megfelelni, és mennem kell, mennem kell előre azok után, mert ez a nyomás folyamatosan rajtam van, akkor ez az attitűd elég könnyen így kialakulhat. Vagy ha a szülő is maximalista, hát mi se vagyunk tökéletesek, akkor nyilván ez is hatással van valahogy, valahogy a, a kére is, viszont ugye nagyon nagy csapda tud ez lenni, mert ugye akkor ma nagyon magasra helyezzük a mércét, nem száz százalékot akarunk teljesíteni, hanem nagyon sokszor inkább százhuszat, uh -huh. vagy még annál is többet. És nyilván ez ez én azt is szoktam ilyenkor mondani, hogy hát egy kicsit ilyenkor kikapcsoljuk az urat is, hát akkor mindent meg akarunk mi oldani, nem? Mm -hmm. Ráadásul 120 de akkor hol, hol, hagyunk neki teret, sehol nem hagyunk neki teret. Ugye ez általában sokot, szokott segíteni a, az embereknek, hogy ja, hát igen, tényleg, de jó, neki is kellene egy kis teret hagyni, és akkor hát, ha jobban mennek a dolgaim. De, de valóban ez egy nagy csapda tud lenni, mert egy ilyen túlhajszoltságban, irreális elvárásokban, és rengeteg kudarcban, hát a legrosszabb, mondtál, hogy frusztrációt okoz, mert azt élem meg, hogy, hogy kudarcot kudarcra halmozok, nem tudom, nem tudom, sose tudom, ugye mindig tudok igazából többet tenni. Minden, élet, minden egyes helyzetben mindig szembesülhetünk azzal, hogy hát annál tudok többet is tenni azért a dologért. Fölhívhatom azt az illetőt kétszer, háromszor, négyszer, tehát hogy tanulhatok háromszor annyit, tehát hogy, hogy mindig tudok többet tenni. És igazából szerintem itt a kulcs az, az lenne, hogy egyrészt legyen egy egészséges bizalmam, hogy hogy jól fognak alakulni a dolgaim. Ez szerintem nagyon fontos. Ha, hogy ha egy közegben vagyunk, akkor hogy jól fognak alakulni a dolgaim. Nem kell nekem azon izgulnom, hogy, hogy rosszul fognak alakulni. Én, egy, én bízhatok azért egy gondviselésben, egy segítségben és jó szerencsés leszek a különböző helyzetekben egyrészt, és hogy nem kell mindig nekem adni a maximót. Másrészt nagyon fontos egy védelmet is kialakítom magam felé, hiszen meg kell védenem a saját egészségemet, a saját identitásomat, a saját elképzeléseimet, hogy az egészségemet, hogy ne halszoljam túl magam, ne, ne tegyek olyan magas mércéket, amiben elfáradok, kifáradok, hogy tudjak nemet mondani, tudjam azt mondani, hogy, hogy ezt már nem tudom elvállalni, de akkor is bízok abban, hogy nem fogok lemaradni valamiről, hanem akkor is jó lesz nekem. Tehát egy, egy önvédelem is benne van. Tehát ezek, az én nekem ezek jutnak eszembe ezekről a kérdésekről, amit felvetettél. És akkor az is egy érdekes kérdés, hogy hogy tudom kezelni azt, hogyha valami nem sikerül, és ez is egy nagyon nagy téma. De hogyha igazán uh, reziliensek, vagy igazán rugalmasak akarunk lenni ebben a helyzetben, akkor a legnagyobb segítség ilyenkor az, hogyha tanulásként tudjuk felfogni a helyzetet. És uh -huh. nekem ez sokat, szoka, sokat szokott segíteni, hogy azt mondom, hogy, hogy oké, okay, akkor ez egy tanulás volt. Lehet, hogy nem volt tökéletes, lehet, hogy nem, nem mentem át azon a vizsgál, lehet, hogy az nem úgy sikerült, de, de tudok, minden helyzetből tudok tanulni. És ez egy teljesen más attitűd, mint az, hogy hopp, mennyi nem sikerült, na, akkor jó nagy kudarcot vallottam, akkor én erre már alkalmatlan vagyok. Jobb, ha meg se próbálom. Ennél sokkal jobb, hogyha egy kicsit másképp próbálok ránézni. Ilyen példákat tudtok mondani, akár Dominika, mm -hmm. vagy Vitéz, amikor mondjuk a környezetetekbe találkoztatok olyan emberrel, aki, aki vagy nem tudott megfelelni maximalizmusból soha a saját elvárásainak, vagy pedig ö, nagyon tehetséges volt, viszont lusta, és akkor nem ö, még annyit se tett az asztalra, ami mondjuk elvárható lenne, vagy ö, meg tudott volna csinálni. Hát. Én szerintem jó példaképet lát, láttam. Volt egy osztálytársam, aki később alakultársam is lett egy ideig. Ő egy lány volt, és egyszerre két egyetemet is csinált, és azt hiszem, most fogja befejezni a közgázt, és mellette pedig a pázmányt csinálja, és ott tanul szeológiát. És nekem egy óriási példakép volt, mert én nem tudtam volna ezt megcsinálni, és mindig is egy ilyen maximalista törekvésű lány volt, de fél évente biztos, hogy összeomlott egy hétre, szóval neki is túl sok volt, de érdekes módon valahogy, ahogy én látom így az útját, neki jöttök jó, is meg tudja csinálni. De viszont nála vannak ilyen időszakos kiégések. Úgyhogy lehet, hogy végsősorban eléri a célját, és ezek jó célok a ő esetében, de lehet, hogy bizonyos időszakokban meg kiégéshez vezethet, úgyhogy lehet, hogy ezt meg ilyen önmenedzselés szinten lehet jó kordában tartani, de láttam rossz példát is, aki iszonyatosan tehetséges volt, de viszont az élete meg olyan bukfencet vet, vetett, hogy abu nem hiszem, hogy abu fel lehet állni, mert hát jó mondjuk, lehet, hogy fel lehet belőle állni, mm. tehát véglegesen nem lehet mondani semmit, de volt például egy srác, aki iszonyatosan jó volt történelemből, politikából is nagyon értelmes volt, és nagyon jót fogalmazni, és ahhoz képest, hogy voltunk azt hiszem 16 évesek, a korát meghaladóan tudott gondolkodni, de nem fektetett bele energiát, és nagyon elkallódott. Szóval mind a két részére tudok így reflektálni. Dominika? Szerintem én bőven tudnék felhozni ilyen példákat, <laughs> ami engem nagyon elszomorított, főleg gimnáziumban. Ő, őszintén szólva, nálam sokkal tehetségesebb emberek nem mentek egyetemre, és azt láttam, hogy, hogy elkezdtek gyárban dolgozni, vagy, vagy olyan, egy, olyan úgy tanultak tovább, hogy sokkal alábbadtak, mint amit vállalhattak volna, és, és ez, ez nekem nagyon szomorú volt. Viszont azt Viszont itt a háttért is figyelembe kell venni, hogy mennyire van az embernek egy stabil háttere, és mennyire tud kibontakozni az ember, és hogyan látja magát és saját magát, és mennyire tud rugalmas lenni. Például, ahogy Anita is mondta, nekem nagyon fontos az, hogy ne kudarcként éljen meg, hogyha valami nem sikerül, hanem egy tanulási folyamatként, hogy semmi baj nincsen. Rengeteget tanultam. Főleg amikor nem sikerült valami, uh -huh. és uh, viccesen mondtam is egyszer a barátnőmnek, mert szerintem annál rosszabb érzés nincs, amikor uh, a legnagyobb jó indulattal követünk el hibákat, és uh, olyan címszó alatt, hogy... Én, én helyesen szeretnék cselekedni, és így követünk el hibákat. És mondtam barátnőmnek, hogy de ezekből tanulok sokszor a legtöbbet, és most megyek, és elkövetek egy csomó hibát, mert nem szabad maximalistának lenni, nem szabad azt gondolni, hogy tökéletesek vagyunk, és mi nekünk mindent tökéletesen kell csinálni, mert fontos az egyéniség, fontos, hogy színesek legyünk, és sokszor amikor az ember elengedi magát, ellazítja a belső részeit, akkor tud a legkreatívabb lenni, akkor tud új dolgokat kitalálni. Úgyhogy most egy kicsit elkanyarodtam a témától, de nagyon sok minden eszembe jutott, amikor Anita kifejtette a véleményét. Nekem is erről a maximalizmusról sok minden eszembe jut, mert ő, szóval nekem is mondták már, hogy én lehetséges, hogy az vagyok, és ezt Azért nem tudom elfogadni, mert uh, én, én, ezt nem így gondolom. Uh -huh. Mert uh, amikor utána néztem ennek, hogy, hogy elvárások teljesítése, vagy teljesítési kényszer, vagy maximalizmus, akkor soha nem értettem pontosan, hogy ez mit jelent, vagy mit foglal magában, mert nem mondtak olyan szituációkat, amiből mondjuk ez egyértelműen kiderül. Lehet uh -huh. ilyet mondani, Anita, vagy ez ilyen uh, Hát én is vigyáznék a címkékkel, tehát, hogy valaki maximalista vagy nem maximalista. Azért e, e, igen, az igaz, hogy általában aki maximalista, az valamiféle e, magas elvárással van magával szemben, és azt folyamatosan teljesíteni akarja, folyamatosan 120%-on vagy még magasabb százalékon teljesíteni akarja. De az, amiket itt említettetek példákat, hogy valaki úgymond oda teszi magát, valamire is képes, odaszántan, egy, egy cél felé menni, azt nem nevezném maximalistának. Mert egyébként ugye a sikert is szokták így kutatni, hogy mi a sikernek igazából a titka. És ugye biztos ismeritek ezt a mondást, hogy, 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 hogy egy százalék inspiráció, ugye 90 százalék izzadás, tehát, hogy uh -huh. hogy a, nem megspórolható igazából a siker mögött az, hogy valaki képes arra, hogy oda teszi magát valamilyen cél érdekében, és azt oda végigcsinálja. Tehát, tehát, és nagyon sokan itt elvéreznek, és nem tudnak ebben így kitartani. Tehát ez egy nagyon-nagyon nagy kulcs, amikor valaki képes úgy oda dedikálni magát dolgokra, és azt így csinálni. Csak ugye kérdés az, hogy, hogy túltolja ezt a saját kárára is esetleg. Tehát, hogy túl, úgy túltolja, hogy túlhajtja magát tehát már önmagának okoz ezzel kárt. És akkor ennek a gyümölcs e, a kiégés, e, amit a vitéz hát mindenképpen a kiégés, az megjelenik, vagy valamiféle olyan fokú stressz, olyan fokú nyomás, ami, ami ugye neki már lelkileg nem jó, nem elhordozható, vagy amikor már ő is érzi, hogy túl sok ez nem, nem tud lelazítani mondjuk egy adott helyzetbe, nem tud kikapcsolni valaki egy adott helyzetbe. Ugye a kiégésnek ilyesmi jelei vannak, hogy mind, mind mentálisan, mind érzelmileg, mind fizikailag érzem azt, hogy nem, nem nem vagyok az, aki vagyok, hanem, hanem kezdenek ezek így, így felmorzsolódni e, körülöttem. És amikor ezt érzékelem, akkor vagyok benne a kégésnek a folyamatába. De ugye szoktuk a kégés csak egy simán egyszerű fáradtságra is használni, de ha most ezt. E, a tudományos vagy pszichológiai szemszögből akarom megnézni, akkor az egy, egy, sokkal szélesebb, tehát mind mentális, mind fizikai, mind szociális szinten egyfajta szétforgácsolódása a személyiségnek. Tehát ez egy teljesen más állapot. És igen, hogyha nem tudom magamat megvédeni, nem tudok megállt parancsolni ezekben a helyzetekben, akkor, akkor erre. De az, hogy én nekem vannak céljaim, és a céljaimért kitartóan Leszek. ez nem maximalizmus. Igazából ez egy nagyszerű képesség a sikerhez, és ezt, ezt érdemes így megkülönböztetni, és én nagyon érdekes volt, amit mondtál, hogy, hogy sokan ugye alábatták, és ez nem jó, mert általában később ez vissza tud ütni, tehát a hiánya annak, hogy ú, akkor megtehettem volna, és nem tettem meg, az, az sokszor visszaüt, ezt látom a saját korosztályomon akik mondjuk ilyen döntéshelyzetben voltak, és, és, és volt, aki megtette, és 30 évesen mégis elment egyetemre, és szerzett egy diplomát, és volt, aki meg azóta is azon keserek, hogy miért nem tette meg. Én egyébként tényleg azt mondanám a fiataloknak, talán leginkább, hogy, hogy nagyon fontos lenne az önismeretnek az a szintje, hogy igazából mit szeretnék én ki vagyok én, mire vagyok képes, mik az erősségeim, és hogy mit szeretnék én elérni az életben. Mik azok a legfontosabb célok, amik, amik, ott vannak. És nem biztos, hogy ezt, ezt úgy érdemes megragadni, hogy igen, szeretnék egy jó szakmát, hanem hogy amögött igazából még mi van. Miért is szeretném azt a jó szakmát? Mert szeretnék olyasmit csinálni, ami inspirál, amit szeretek csinálni, eh, amiben ki tudok teljesíteni, teljesedni, miről szól ez igazából nekem. Vagy, vagy mondjuk a kortásoknak való megfelelés, hogy miért, miért is csinálom én ezt. Hát, hogy igazából szeretnék közösséget valakivel, de még a házasság is egy ilyen kategória. Szeretnék valakivel közösségben lenni. Igazából ez a legfőbb célom, hogy legyen egy társam, egy igazi társam. És ezek mögött, a célok mögött vannak ezek a fontos szükségek, amiket nekünk érdemes ismerni magunkról. És hogyha ezt ismerjük magunkról, akkor sokkal pontosabban meg tudjuk határozni a céljainkat, és akkor már önazonosan tudunk lépni az irányukba. Ami lehet az, hogy elmegyek egy egyetemre, és azt végzem el, de az is lehet, hogy más. Mert hogyha az ember önazonos, akkor... Tehát az egy nagyobb inspirációt jelent, nem? hogyha, hogyha egy célom önazonos, és akkor, amikor már mondjuk akadályba ütközök, akkor vissza tudok arra gondolni, hogy de, hogy ezt tényleg én szeretném, és azért fogom megcsinálni, mint hogy egy külső elvárás vagy nyomás célja. igen, igen ezért fontos ez. ezt tisztázni. Mm -hmm. És ugye ez nagyon sokszor félrecsúszik, én teljesen más Példákat. Tehát például nekem volt olyan ismerősöm, akinek a szülei ugye orvosok voltak. Adott volt, elvárás volt, hogy orvos legyen. Soha nem akart orvos lenni. És, és akkor kicsit lázadásból elment mentőorvosnak, orvosnak, hogy legalább, legalább pontosan ugyanazt csinálja, mint a szülei csináltak, de elvégezte az egyetemet. És hogy ez egy ilyen folyamatos ilyen dilemát jelentett neki. Vagy egyébként nagyon érdekes dilemme ezzel pedig a főiskolán találkoztam nagyon sok diáknál, hogy, hogy e, ugye beiratkoznak egy ilyen üzleti iskolába, mert hogy a szülők azt szeretnék, hogy ők átvegyék a családi céget. Uh -huh. De ez nem mindenkinek célja. Uh -huh. Ezek közül, a diákok közül. És akkor ez is egy nagyon-nagyon nagy önismeret és önazonossági kérdés, hogy oké, okay, de az az elvárás, hogy én átvegyem a családi céget. De én nem akarom, én mást szeretnék csinálni. És hát ezek nehéz küzdelmek. De valahol amikor belemegyek egy nem önazonos döntésbe, az előbb vagy utóbb, lehet, hogy csak tíz év múlva, lehet, hogy csak húsz év múlva, de visszaüt. Mm. És akkor ezért érdemes ezt minél hamarabb, hamarabb tisztázni magunkban, és bátran lépni. Az önismeretben szerintem most így a mai világban az is bekavarhat, hogy ugye ott van a, az internet, meg a social média, és akkor vannak ilyen idolok, akikhez még hasonlítani is szeretnének a fiatalok, és akkor azokat a célokat is veszik fel, amik mondjuk azoknak az embereknek az életében van. És akkor meg még valaki beszélt arról is, hogy mennyire fontos ugye az egyedül lét, hogy akkor önismeretben is fejlődik az ember, és hogy a telefonnal a kezünkben, meg az internetet pörgetve, ez nem nagyon valósul meg, és hogy az önismeretnek talán ez is a hiánya, nem? Biztos, hogy ez is közrejátszik, tehát mm -hmm. az, hogy, hogy irreális képek, irreális uh, ideálok, amiket esetleg követni akarunk, hogy irreális elképzelések arról a dologról. Mm -hmm. Tehát, hogy ez lehet bármi, tehát akár a házassághoz kapcsolódóan is, egy irreális kép, hogy ez igazából mi lehetne, vagy mi pontosan, mondjuk ha ezt a filmekből, vagy az internetes posztokból szűröm yeah. le, akkor nem biztos, hogy ez pont úgy van, ahogy én azt elgondolom. Um, de lehet ez bármilyen egy szakmára, egy munkára, bármire vonatkozóan benne van. És az is nagyon érdekes, amit mondtál, tehát ez a fajta elcsendesedés önmagamban lenni, gondolkodni, reflektálni arra, amiben benne vagyok, ez rendkívül fontos lenne. És ez, ez viszont nem csak, azt gondolom, nem csak a fiataloknak probléma. Nem nekünk is. Tehát, hogy mi is benne vagyunk ebben a kihívásban, hogy hogyan tudjuk erre a, az időt kiszakítani, és hogyan, hogyan tudunk rendszeresen visszatalálni önmagunkhoz. Nektek bármi tapasztalat? Hát a tudatosság az nagyon fontos. Én például nagyon túl szoktam pörögni, hogyha van egy projekt, és azt veszem észre magam, hogy már nem tudok aludni, mert egyfolytában azon jár az eszem, hogy ezt hogyan lehetne megvalósítani, és olyankor rám is szólnak, akik ilyenkor nagyon fontos, hogy olyan emberek vegyenek körül, akik ismernek bennünket, és ránk szólnak, hogy figyelj, kicsit tél, és most egy kicsit nyugodj meg, és én olyankor például el szoktam menni túrázni, elviszem a kiskutyámat, és akkor sétálunk egy nagyot az erdőbe, és kikapcsolok, és otthon hagyom a telefonomat, és nem a céljaimra fókuszálok akkor, hanem kiszakadok, ebből a folytonos mókuskerékből, mm. amiben a társadalom sokszor belekényszerít, mert a média és a, hát a mai társadalom azt sugalja, hogy akkor leszünk boldogok, hogyha sikeresek vagyunk, és ezért a fiatalok nagyon vágynak arra, hogy a fiatalok orientáltak és azt hiszik, hogy akkor lesznek boldogok, hogyha hogyha megvannak az anyagi szükségleteiket betöltötték, és ezen felül elmennek szórakozni, elmennek nyaralni, és egyfolytában ilyen élményeket szereznek, holott szerintem egy kiadós túra is sok mindent uh -huh. <tud>, tud segíteni, meg hogyha őszinték a kapcsolataink, és vannak olyan barátok, akik mellettünk állnak. Tény az önismerettel kapcsolatosan, amit mondott Anita is, hogy szerintem a telefon görgetve és nézve a TikTokot, vagy akár a Instagramon különböző influencereknek a tartalmait követve ön azonosságra vagy saját céloknak a keresésére ezeket a platformokat alapul venni szerintem nem jó dolog, mert miközben ezeket pörgeted, nem önmagadat ismered meg, hanem azokat a tartalomgyártókat, nekik a világról alkotott képeiket, és az ő identitásukat tudod átvenni, nem pedig önmagadat ismered meg. És hogyha mondjuk az ember napi öt 6 óra telefon görgetés helyett ugye ezt az én időt szoktuk azt nem uh -huh. használni, saját magára fordítana ugyanannyi időt, mint amennyit ezeknek a tartalomgyártóknak, a tartalmainak a követésére fordít, szerintem sokkal inkább megismerni önmagát, és ekkor tudna igazán önazonos lenni az ember hanem influencereket követ, nem az ő gondolatai szerint határozza meg saját magát, hanem leteszi a telefont, kapcsolja az egészet, és leül otthon, mit tudom én, az ágynak a szélére, vagy kimegy erdőbe sétálni, vagy csak elmegy a és nem a social platformok alapján határozza meg saját magát. Ez a véleményem. Anita, látom, hogy itt nagyon egyetértettél valami gondolatához. Hát ezzel abszolút, amit mondtál, tehát hogy nyilván, hogyha pörgetem a, az internetes felületeket, attól nem fogok önismeretre szert tenni, mm -hmm. az teljesen bizonyos. Csak igazából, ahogy beszéltettek, így megütötte a fülemet az, hogy vajon mennyire nehéz lehet nektek ebben a közegben, ahol mondjuk az az elvárás, hogy minél hamarabb megházasodni, anyagilag egy olyan egzisztenciát felmutatni, minél hamarabb, tehát hogy mekkora nyomás ez igazából rajtatok, és hogy mennyire, mennyire lehet tehát mondtátok ezt, hogy sokszor ez az, amit figyelnek, sokszor ez az, amit néznek, ami egy kicsit így külsőség, mondjuk, hogy főleg azt az anyagi oldalt nézzük. Ezek amúgy, bocsánat, Igen. hogy közbeszólok, amúgy Aha. ezek jó elvárások, az, hogy uh -huh. megházasodni, teremtés és hasonlók, csak ugye akkor itt lehetne mondani a társadalmi elvárásokat, hogy túl van akkor ezek szerint pörgetve. Hát illetve az a kérdés, hogy hogy mondjuk, ha most én visszaemlékszem arra, amikor fiatal voltam, tehát nyilván nem úgy kezdtük, hogy mindezek rendelkezésre álltak. Uh -huh. Tehát, hogy, 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 hogy volt ebben egyfajta hitbeli kilépés is, volt benne olyan, hogy, hogy hogy látta az ember a potenciált mondjuk a másik félben, és ezért ezért, mert belevágni, tehát, hogy, hogy és, és olyan is van, hogy hogy mondjuk egy adott helyzetben lehet, hogy már már mindenki körülöttem férhez bent, vagy megnősült, de én még mindig nem találom az igazit, hogy merek-e merek -e ebben a helyzetben várni. Tehát ezek azért nem könnyű helyzetek, én erre gondoltam mm. elsősorban. És nem tudom, csak ez a kérdés merült föl bennem, ahogy így elkezdtetek beszélni, hogy ez mennyire nehéz, vagy nem nehéz nektek. Hát nekem volt egy olyan barátnőm, aki... aki Mesélte, hogy ugye kollégiumban lakik, és uh -huh. akkor még szobatársa is vannak, tehát nagyon nehéz neki, hogy egyedül tudjon lenni a gondolataiban, és átgondolja, amiket mondjuk ebbe a fél évben uh -huh. tett, vagy ilyen helyzeteket, hogy mi lett volna a jó, vagy a rossz, és akkor mondta egy idő után, hogy ezt már nem ismeri szinte megtenni. Uh -huh. Mert hogy tudja, hogy valószínű, hogy csomó mindent elrontott, de ezek mellett nyilván sok mindent jól is csinált, csak hogy, hogy néha félnek is szerintem azzal szembenézni mm -hmm. a, a fiatalok, hogy tehát hogy egy csomó ideig nincs az ember egyedül, és utána mindazzal a sok problémával mm -hmm. egyszerre szembesülni, az meg néha nagyon nehéz és mm -hmm. ijesztő is tud lenni. Mm -hmm. Én ezzel találkoztam. Mm -hmm. Ti? Hát egy hasonló példa nekem is eszembe jutott. Otthon voltam, vidéken is, baráti körben volt egy beszélgetés, és pont az egyik lány mondta, hogy ő például nem szeret egyedül lenni. És kérdeztem, hogy miért nem. Mert uh, ugyanezt mondtam, amit te is mondtad, hogy rádöbben, hogy mennyi probléma van a nagyvilágban, akár a saját környezetében, és úgy van vele, hogy ezt nem tudja megoldani. És ezért egy ilyen űzöttség. Uh -huh. Kialakult benne, és mindig megy, és nem szeret egyedül lenni, és nem szeret otthon elmélyedni saját magába. És ilyen. Szerintem ezt manapság már tanulni kell. Igen, szerintem uh -huh. is, vagy hát ennek uh -huh. a generációnak biztosan. Uh -huh. Mert, uh -huh. hogyha nem tudod feldolgozni, nincs időd arra, hogy feldolgozd, hogy mi történik körülötted, akkor. Én például azt vettem észre, hogy nem emlékszem, hogy mi történt két nappal ezelőtt. És úgy érzem, hogy teljesen kikészülök. És olyankor szerintem jó, hogyha visszamegy az alapokhoz az ember. Például én vidékre megyek vissza a szüleimhez, és eltöltök, akkor több napot is otthon, ott sokkal lassabban zajlik az élet. Mi és itt van. van időm átgondolni. Persze, hazamegyek, és akkor ott is szembesülök, hogy ott is azért nem állt meg az élet, és beszélgettek én is a szüleimmel, de, de fontos az, hogy megtanuljon az ember egyedül lenni, és elcsendesedni. Ezt nekem is az utóbbi időben meg kellett tanulni, és ez egy Konkrétan ez egy egyéves folyamat volt, de, de nem adtam fel, úgyhogy most meg eléggé igénylem azt, hogy egyedül legyek, és, és elvonulok én is. Még amin gondolkoztam, hogy ugye itt nagyjából mint gyülekezetben nőttünk fel, és második generációsok vagyunk, és a társadalmi elvárásokhoz sokszor még hozzájön az az egyházi elvárás, amiben mi felnőttünk, és az az erkölcsi színvonal, amit mondjuk látunk vezetőktől vagy pásztoroktól, amit lehet, hogy egy fiatal megpróbál teljesíteni, csak... És ezt egyébként a vezetők nem várják el, uh -huh. csak hogy sokszor bejön az, hogy mi nem láttuk azt a 30-40 évet, amit, amit megdolgoztak azért, hogy eljussanak erre a szintre, ami most vannak, és hogy szerinted ez mennyire probléma így akár a gyülekezeten belül, Anita? Nehezet kérdeztél. Ugye én a saját életutamban azért azt látom, hogy ugye az első generációnak nagyon nagy küzdelmei voltak abban, hogy elszakadjanak attól az örökségtől, vagy attól a háttértől, amiből, amiből jöttek. És ez nagyon kemény küzdelem volt akkor. Tehát sokaknak a szülői engedélyek ellenére kellett, vagy tehát a szülői engedély ellenére mentek mondjuk gyülekezetbe, tehát, tehát egy nagyon komoly, egy nagyon éles, harcos helyzet volt sokaknak az életében az, hogy ők egyáltalán keresztények lehettek. És ugye mindez nagyjából, hogyha most megnézzük a gyülekezetnek a történetét, ott a rendszerváltás környékén történt, ahol egy, volt egy ideológiai rendszer, és lett egy teljesen más rendszer, és ugye abban kereste a helyét valaki, aki életében akkor hallott a kereszténységről igazából mélyebben bármit is az evangéliumi kereszténységről. Tehát ugye van egy, van egy ilyen generációs, és akkor ugye a második generáció pedig felnő ilyen értelemben egy, egy, egy védettebb közegben, de esetleg tapasztal olyan dolgokat, amiket lát, hogy lehet, hogy az úgy mégsem volt jó, vagy lehet, hogy, hogy, hogy annak mégsem úgy kellett lennie, de hát úgy történt, és lehet, hogy valamit esetleg akár nem is, nem is, nem is jól veszi ki magát, vagy úgy érzi, hogy az, az, az sok volt. Aztán olyan is van, akinek, akinek nagyon védett, nagyon, nagyon őszinte, nagyon jó közeg az, amiben mondjuk felnő. És biztos, hogy, hogy, hogy ez talán egy különbség, hogy nem, nem érzékeljük esetleg egymást. És én itt, itt olyasmiban látom a megoldást, hogy valahogy meglátni azt is, hogy mi miből jövünk, tehát hogy, hogy mi ennek a háttere, de meglátni nekünk, az meg a mi feladatunk, azt, hogy ti milyen problémákkal szembesültök igazából pontosan. Mert ez teljesen megváltozott. És ez már nagyon megváltozott, és lehet, hogy amit mi nem is értünk, hogy az miért olyan nehéz, <laughs> mert, mert hogy egy teljesen más közegből jövünk, mégis érdemes erre kicsit kinyitni a szívünket, fülünket, érzékünket, hogy egy picit így jobban, jobban megértsük. Tehát én valahogy így közelíteném a, a kettőt egymáshoz, de biztos, hogy nagyon nehéz egy ilyen örökséggel olyan értelemben szembenézni, hogy, hogy egy csomó-csomó jó dolog, és, és esetleg, esetleg egy új élethelyzet, egy új kihívás, amit mi másképp oldottunk, meg mert mi más kihívásokban voltunk, és mm. szeretnénk azokat a mintákat, vagy megoldásokat hozni, de lehet, hogy nektek saját megoldásaitok vannak, amit saját magatoknak kell megtalálni, mert ez már egy másik korszak, egy másik generáció és hogy hogy lehetne azt a kaput megnyitni a kettő között, hogy egy kicsit így meghalljuk egymást, hogy ti is meglássátok azt, hogy mi miért csináltunk valamit úgy, ahogy csináltunk, mert abból jöttünk, amiből, de mi is, de hogy a másik oldalról mi is megérezzük, vagy meglássuk jobban, hogy új kihívások előtt vagytok, és hogy ebben a helyzetben valahogy másképp kell mozogni, és lehet, hogy új megoldásaitok vannak, és lehet, hogy ebben a helyzetben az a jó. Dominika? nagyon sok minden jött fel bennem. Az egyik az, hogy egy nagyon sűrű közegben, azt vettem, hisz, hogy egy nagyon sűrű közegben mozognak a másodgenerációs fiatalok, nagyon közel vagyunk egymáshoz, és nagyon nehéz megállapítani, hogy mi az az én, mi az a én gondolatom, mi az én hangom, és mi a környezetemnek, a barátnőimnek, a pásztornak a gondolata és hangja, és mi az, amit befogadok, és mi az, amit nem fogadok be. Illetve szerintem még az is Nehéz, hogy, hogy hogy a másiknak az ő problémájára más a megoldás, mint az enyémre. Tehát hogy nem csak generációk között van ilyen, hanem a kortársak között is, és tiszteletben tartani, hogy az, a nő csinálja, nem feltétlenül nekem is úgy kell csinálnom, és ezzel nincsen semmi baj, hogyha az a prédikáció, ami nekem szól, és nekem úgy kell csinálni, az a másiknak nem szól. Uh -huh és hogy egy távolságot kell tartani azért, még gyülekezetem belül is meg kell tartani azt a teret, hogy, ne mert ez a korlátozzuk is sokszor egymást a fejlődésben. Hát az annyit én hozzátennék, mielőtt reflektálnék a kérdésre, hogy én is második generációs vagyok, de nekem volt egy tizen pár éves mm -hmm. kanyar az életemben, úgyhogy így <laughs> elég sok mindent láttam és tapasztaltam relatíve de jó, hát úgymond tapasztalatként érdekes volt megnézni, hogy milyen családokban milyen elvárások vannak, akik nem keresztények, vagy a nem keresztény barátaim között, de hogy így konkrétan a kérdésre válaszolva talán egyik, szerintem egyik legnagyobb probléma, hogy sokan nem meri saját magukat felvállalni. Hogy sematikusan mondanak valamit, és akkor azt erőlteti, de lehet, hogy az neki nem, nem jó. De ugyanakkor meg fontos ezeket a fundamentális tanácsokat, vagy ilyen sematikus megoldási javaslatokat is megfogadni, mert kiindulási pontként jó lehet, de mindenkinek szerintem személyesen saját magához hozzá kell ezt igazítani, és meg kell nézni, mi az ami, az, ami az ő helyzetében jó lehet, és mi az, ami nem. Tehát én nem vetném el ezt a részét, tehát függetlenül nem szeretek sematikusan gondolkozni, de, de alapjául veszem is megfontolom mindig. De szerintem ö, nagy probléma az, hogy sokan nem merik megmutatni a saját gondolataikat, vagy önmagukat felvállalni, mert félnek, hogy megvetéstárgyai lesznek. Uh -huh. Nekem ez a személyes véleményem. Uh -huh. Anita szerinted is azért van ez, hogy nem merik felvállalni mondjuk a gondolataikat? Az még az előző körben így fogalmazódott meg bennem, hogy azért a, a félelem az, az, az egy nehéz ügy, hogy hogy nézzünk szembe. A, a félelmeinkkel, mert ugye abban, hogy nem merem fölvállalni a gondolataimat, ugye az a való félelem van, hogy, hogy abból a társaságból, vagy abból a közegből valamilyen szinten kirekesztődök, vagy egyedül maradok. Tehát, hogy sokszor a félelem minket, minket belesodor, vagy amikről beszéltetek, hogy valaki nem mer, nem mer, egyedül lenni, és nem mer gondolkodni, mert ugye akkor, akkor valószínűleg egy, 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 egy olyan félelem és frusztráció kezd megerősödni, amit ugye inkább szeretne elkerülni. És nekem az a tapasztalatom, hogy, hogy egyébként sokkal jobb az, hogyha megpróbálunk leülni, és, és bátran akár a félelmeinkkel is szembenézni és megfogalmazni. Ez nem azt jelenti, hogy hitetlen vagyok, hanem, hanem hát abban a helyzetben benne vagyok, és tartok valamitől. Ez nem feltétlenül nem rossz dolog. Ugye ettől én még legyőzhetem ezt a félelmet. De hogy, hogy, hogy érdemesebb ez az ismeret, ennek a tudása, hogy mi, mi az, ami, ami bennem igazából mozog, ha én ezt megértem, úgy igazán, és az elcsendesedésben egyébként meg tudom érteni, vagy segítséggel meg tudom érteni, akkor tudok igazán elkezdeni rajta túllépni. Mert mindaddig, amíg csak egy ilyen homályos dolog az életemben, addig az nagyon nehéz. És, és egyébként szerintem bátran érdemes kérdéseket föltenni. Erről egyébként eszembe jutott a, a, egy kicsit a zsidó közek, hogy ott olyan bátran tesznek föl kérdéseket Igen. ugye a gyerekek és eszembe jutott pont a Herman Bugnak egy könyve, ez nagyon-nagyon érdekes volt, ugye ez az Én Istenem című könyv, hogy mennyire várták a sabatot, hogy akkor a gyerekek jönnek, és akkor mindenféle kérdéseket föltesznek. Tehát, hogy végülis bátran érdemes ezeket a kérdéseket megfogalmazni. De hogy, ugye, amit mondtál, hogy milyen jó, hogyha van egy, egy olyan őszinte baráti közeg, ahol lehet beszélgetni, lehet önazonosnak lenni, és esetleg lehet nehezebb kérdésekről is beszélni, szerintem. Tehát én azt gondolom, hogy jobb Jobb tisztán látni, mert akkor abból könnyebb, könnyebb túllépni, mint, mint ezt a homályos dolgot hordozni és futni előle. Igen. Hát sok mindenről uh -huh. beszélgettünk most itt az elvárással kapcsolatban, de esetleg összetudnád foglalni, hogy mi az akkor, amikor ez, ez pozitívan hat, tehát inspirálnak a saját céljaink és elvárásaink, meg mi az, amikor, amikor nem és hogyan lehet balanszírozni, és mi a, mi a megoldás, és mi az, amikor... Tehát, hogy, hogy mi a végső konklúzió ennek az egész beszélgetésnek. <laughs> hát voltak ilyen kulcsmondatok, talán esetleg ezt lehet így visszahozni. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy, hogy megismerni önmagunkat, hogy most igazából kik vagyunk, mit szeretnénk. És, és abban, amiben vagyunk, úgy önazonossá válni, hogy ilyen jellegű döntéseket tudjunk aztán hozni. Tehát ehhez, ehhez tudok így visszatérni, ugye erről sokat beszéltünk most itt az interjú alatt. És, és ugye az önismeretbe beletartozik az, hogy megismerem azt, hogy mi az, amiben én jó vagyok, mi, ma, mi az, amiben nem vagyok olyan jó. És lehet, hogy vannak dolgok, amin korrigálnom kell, mert ahhoz, hogy sikeres legyek, tényleg szükségem van az odaszállásra, vagy a letett életre, vagy a kitartásra, bizonyos dolgokban. De hogyha valószínűleg a saját célomat találom meg, ami tényleg inspirál engem az adott helyzetekben, akkor sokkal könnyebben oda fogom tenni magamat ezekhez a dolgokhoz. Tehát a legrosszabb céltalanul, csak úgy lebegni az életben. Tehát valahol keresnünk kell ezeket ez a mi feladatunk is, hogy mm. keressük ezeket, és ez nem fog, nem, biztos, hogy nem fog rögtön jönni, ahogy a ti életetekben sem jött rögtön. Tehát ennek van egy ilyen keresési fázisa, de meg lehet azt találni. És az egy jó érzés, amikor az ember úgy tud, úgy tud lenni, úgy tud létezni, úgy tud járni, hogy közben arra gondol, hogy igen, én a helyemben vagyok, ott vagyok, ahol lennem kell. Tehát ez megtalálható, annak a kutatása, az, az a mi válunkon van ennek a felelőssége, és hogy talán ezt elkezdeni, és bátornak lenni, bátornak lenni szembenézni a nehézzel is, vagy azzal is, ami esetleg félelmet okoz, mert akkor fogok tudni túllépni rajta. Köszönöm a beszélgetést, és remélem, hogy a nézőknek és a hallgatóknak is tudtunk segíteni, eligazodni a saját életükkel kapcsolatban, és köszönöm Posgai Janitának, Pál Dominikának és Valác Vitéz Balázsnak, hogy itt voltatok. Mi köszönjük. Mi is köszönjük. köszönjük szépen.